tisztelt konferencia! Nagyon nehéz ebben a témában egyértelműen kijelenteni azt, hogy sikeres vagy nem sikeres ez a miniszteri pályafutás. A tervek tekintetében igen, a megvalósítás tekintetében kevésbé. Nagyon remélem, hogy sikerül majd bemutatni, hogy mi az oka ezeknek a kudarcoknak, amit nagyon-nagyon mélyen átélt és átérzett maga Deák Ferenc. Ha felütjük a kézikönyveket, igazságügy miniszterségének kezdeti dátumaként április 11-ét találjuk, és a lemondás időpontja pedig szeptember 11. Valójában nem erről az április 11-szeptember 11 közötti időszakról szeretnék szólni, hanem sokkal inkább a március 23 és április 11 közötti időszakról, hiszen én úgy érzékeltem az elolvasott szakirodalom alapján, hogy az igazi nagysága, miniszterségéhez kötődő igazi nagysága ebben az időszakban fog megnyilvánulni, amikor ideiglenes miniszterként dolgozik a Batthyány kormányban. Illetve hát az egész Batthyány kormány, ugye mint ideiglenes kormány működik április 11-éig. Ezt a fóliát azért vetítettem önök elé, hogy rámutassak arra is, hogy már március 16-án megindult Pesten a találgatás, személyi találgatás, hogy ki legyen a felelős minisztérium, kik legyenek a miniszterek, és láthatják azokat a neveket, akik később egyáltalán nem kerülnek szóba majd ezeken a fontos posztokon. Nagyon apró a betű, úgyhogy felolvasnám ezt a március 16-án keletkezett listát. Batthyán Lajost ugye külügyminiszterként gondolták Pesten, Deák Ferencet belügyminiszterként, Kossuth Lajost ipari és közlekedésügyi miniszternek gondolták, Pulszky Ferencet a pénzügyeknek élére kívánták állítani, Szemere Bertalant a nevelésügyel akarták megbízni, Szentkirályi Móriczot a kultusztárcával szerették volna ellátni, Perényi Zsigmondot igazságügyminiszterként emlegették, Nyári Pált rendőrminiszternek szerették volna látni, Teleki Lászlót a hadügy, és Ötvös Józsefet pedig pecsétőrként kívánták. Március 15-höz hasonlóan ez kiáltvány formájában jelent meg, március 16-án. Tehát a mit kíván a magyar nemzet 12 pontja után, mit kíván a magyar nemzet, vagy kiket kíván a felelős minisztériumba, így nézett ki Pest hát közvéleménye, talán így fogalmaznánk. 19-ei március 15-e című napilapban a második oszlopban szereplő neveket lehet föllelni. Itt már vannak bizonyos módosulások. Amiért én ezeket kigyűjtöttem, az az, hogy Deák Ferenc mindegyik listán ott van. Az más kérdés, hogy Deák Ferenc március 19-én már igazságügyminiszterként, míg ott 16-án pedig láthatták, belügyminiszterként szerették volna a kormányban, a megalakuló kormányban látni. Érdekesség kedvéért találtam a március 15-e című napilapból egy kis idézetet, amely talán a hangulatra is rávilágít, illetve az utca, a forradalmi hangulatra is bizonyos értelemben ironikus fényt vethet. Idézet. Pulszky Ferenc tökéletesen megfelel pénzügyminiszternek, mert az apja, apósa, bankár. Teleki László gyakran párbajozik, emiatt hadügyminiszternek igen kiváló lenne. Nyári Pál nemrégén egy goromba koldus bírót kísért be a városházára, ezért rendőrminiszternek alkalmas lenne. Tehát Pozsonytól a messzelévő Pest ugye így gondolkodik, ironikusan pedig láthatják, de ezek a nevek előfordulnak, hogy kit, miért jegyzett meg végeredményben a pesti ellenzéki kör elsősorban. Tehát, ha tanulmányozunk ezeket a névsorokat, és főleg most itt a 23-ára gondoljanak, amikor véglegessé vált, de még mindig ideiglenes jelleggel működő Batthyány kormány, az már az április 11-én felálló hiteles kormánynak ugye a névsorát tükrözi. Ki jegecesedett most már tehát a személyek, és új személyeket is 23-án már találunk, Klauzár Gáborra,
illetve Széchenyi Istvánra hívnám fel a figyelmet, akik korábban egyáltalán nem jöttek vagy jöhettek szóba. Furcsaság és érdekesség, hogy Kossuth Lajosnak kapacitálására fog Batthyán engedni Klauzál Gábor esetében, Széchenyit pedig egy kicsit váratlanul érte a felkérés, hiszen aznap az alsó táblának az elnöke volt, és éppen elnök kösödése közben kapta ezt a felkérést Batthyántól, de ő határozottan igent mondott a közlekedési tárcára, hiszen a helytartó tanácsban is ugye ilyen kérdésekkel foglalkozott. Deák Ferenc, mint hallottuk az előző előadásban, nem vett részt az utolsó országgyűlésen, egészségügyi problémáira hivatkozott, és ezért nem vállalt a Zala megye követi tisztségét, de Batthyán Lajos március 14-én és még 54 országgyűlési követtársa egy levelet küldött Zalába, Kehidára, és ez a levél felkérés volt arra, hogy vállaljon szerepet a Batthyán kormány munkájába, tehát az igazságügyi tárcának elfogadását kérték. Ezen szavakkal többek között: szükségünk van rád, és bizton várjuk minél előbbi jelenlétet itt a diétán. Veselényi Miklós szinte ugyanazon a napon a távoli Zsibóról, tehát pontosan ellentétes szegletéből az országnak hasonló szellemben fogalmazott levelében eképpen idézett: soha nem volt és nem is lesz országgyűlésen emberre annyira szükség, mint reád most Pozsonyban. A Zala vármegye is ugye tudomást szerzett erről a felkérésről, és haladéktalanul összehívják a megyegyűlést, és fölkérik hivatalosan Deákot, hogy szakítson magányával, és igenis Pozsonyba kell mennie, a felkérésnek eleget kell tenni, hiszen rendíthetetlen jellemed, tiszta hazafiúságod, ítélő tehetséged most oly szükséges, a haza javára kell kamatoztatni, szólt a Zala vármegyei gyűlés. Nagyon érdekes, hogy Deák maga hogyan is reagálta le ezeket a felkéréseket. Sógorához, Tarányi Józsefhez írott levelében a következőket lehet olvasni. Keserű volt nékem azon elhatározás, hogy részt vegyek azon minisztériumban, amely a hazának így viszonyai között alakult, de kényszerített a becsület és a kötelesség. Mert Batthyán kijelentette, hogy nélkülem minisztériumot nem alakít, és ha ő akkor miattam visszalép, alig ha találkozott volna olyan, aki helyette a minisztérium alakítását elvállalja, így engem vádoltak volna, hogy miattam és gyáva vonakodásom miatt vált lehetetlenné az első felelős minisztérium alakítása. Ígértem tehát Batthyánnak kénytelenségből néhány hetet, nevemet, közreműködésemet, míg egészségem engedi. Örömest menekülnék most is, de dolgaink mindinkább bonyolódnak, az ország állapota, jövendője minden nap bizonytalanabb, így távoznom legalább még egy ideig lehetetlen. Talán azt a kérdést is válaszoljuk meg, hogy miért ragaszkodott Batthyány ennyire mereven, vagy éppen rugalmasan Deák személyéhez. Bebizonyosodott az, hogy Deák Ferenc részvétele nélkül Magyarországon polgári kormány nem alakulhatott. Azért nem, mert a zalai jogász széleskörű műveltségéről, elméleti jogtudásáról és itt a tripartitumnak és a corpus jurisnak precíz ismeretére kell gondolni. Országgyűlési rutinjáról, kodifikátori tapasztalatáról nem mondhatott le a kormányfő. Szüksége volt a jogfolytonosságot képviselő higgadt szakjogászra, egy egyre inkább érzelmektől és indulatoktól vezérelt országgyűlésben, de a kiegyensúlyozott kormány működés feltételének garanciájának is Deákot tekintette Batthyány. Egyszerűen nem tehette meg a kijelölt kormányfő, hogy a jogi forradalom idején, a társadalmi forradalom győzelme után lemondjon a legfelkészültebb jogtudósról, arról az emberről, akit egész életében a jog aggályos tisztelete jellemzett. Deák Ferenc távol állt a forradalmi politizálástól. Cselekvésének a zsinór mértéke az igazságkeresés volt.
a jog, erkölcs, törvényesség eszközeivel. Deák ezt így fogalmazta meg, idézett tőle, van egy örök és változtathatatlan elv, amelynek mindenütt, ahol törvény uralkodik, sértetlenül kell mindig fennállni. És ez azon elv, hogy a törvények szorosan megtartandóak, és kötelező erejüket csak a jogos törvényhozó hatalom szüntetheti meg. Nincs ezen erkölcsi elv nélkül erkölcsi kapcsolat, ami az államot összetartná. Mind a népek jogainak, mind a fejedelmek, királyok hatalmának ez a legbiztosabb alapja. Tanúsítja ezt a történelem, hogy mindenütt a törvény be nem tartása, meg nem tartása volt a baj forrása. Idézett bezárva. Igen ám, de 1848. márciusában, áprilisában, melyek azok a törvények, amelyeket bele kell tartani, meg bele lehet tartani? A régi feudális jogrendszer már érvényét vesztette. Ám az új, a polgári törvénykönyv meg nem készült el. A forradalmi események kényszerítő hatására folyamatos törvényalkotás lázában égett a pozsonyi országgyűlés, alig hogy végigtárgyalták septiben a beterjesztett javaslatokat, az alsó és felső tábla formális egyeztetésén is túljutottak azok, már is az uralkodó elé terjesztették szentesítésre. A felületesen, vagy finomabban fogalmazva, kellően végig nem gondolt, következményeit tekintve nem kellően mérlegelt törvényjavaslatokat, tehát a még nem szentesített előterjesztések kihirdetése országszerte megkezdődött. Batthyán Lajos például második számú miniszterelnöki körlevele, ez március 23-án kelt, arról rendelkezett, hogy az úrbéri viszonyok eltörléséről, a papi tized megszüntetéséről, a közteherviselés bevezetéséről szóló törvényeket, hangsúlyoznám még nem szentesített törvényeket, azonnal közhírré kell tenni. Gici Kálmán, államtitkár az igazságügyminisztériumban, nagyon találóan ezt a korszakot, március 17 és április 11-ig közötti periódusról van itt szó, nagyon találóan, megítélésem szerint, a vágtatva tárgyalt törvények korszakának nevezte. Március 23-án ideiglenes jelleggel, ideiglenes megbízással ugye dolgozik a Batthyán kabinet, de a miniszterek munkája egyáltalán nem a végrehajtásra és igazságszolgáltatásra, hanem az országgyűlésben zajló kodifikációs tevékenységre összpontosult. Alig, hogy megérkezett március 20-án, 22-én Pozsonyba Deák, nagy ovációval fogadták a képviselők, de azonnal munkára invitálták. Deákot idézem újra. Felszólítottak, hogyha lehet, eszközöljek valami változást az úrbéri viszonyok iránti törvényben. De én kijelentettem. Ezen rögtönzés itt a törvényhozó testületnek nem helyeslem ugyan, és nem is vagyok arról meggyőződve, hogy ezt éppen így tenni szükséges lett volna. De minek után ez megtörtént? Miután a törvényjavaslatot mind a két tábla egyhangulag elfogadta, miután a sok megyében ki is hirdették, minden lépést veszedelmesnek tartok, és elvenni ismét az adottat az annyi volna, mint öldöklő parasztháborút előidézni. A felvett napirendi pontok gyors tárgyalása ugye számtalan következményekkel nem számoló törvény szövegezést is szült. Igaz, hogy a sietős törvénykezésből adódó társadalmi előnyök rövid idő alatt átértelmezhetőek váltak, de a forradalmi időkkel való kodifikációs versenyfutás tovább tartott. Magától értetődő, sőt, jogos igényként jelentkezett a születési előjogokon alapuló társadalom haladéktalan felszámolása, a nemes jobbágy törvény előtti egyenlőségének elvi gyakorlati megvalósítása is. Senki nem kételkedett abban a szükségszerűségben sem, hogy az új polgári társadalom alapjainak lerakása céljából azonnali törvényekbe öntött szabályozás kelletik. Deák egy pillanatig sem vitatkozik és vitatkozott a jobbágy felszabadítás tényével. Ez fényes siker az egész reformkor betetőzése. Ellenben a végrehajtás módjával nem értett egyet. Miközben elismeri Kossuth és a pozsonyi diéta merészségét, évszázados előrelépését, addig az úrbéri viszonyok felszámolásáról,
de a közteherviselésről szóló országgyűlési határozatokat elsietetnek, kimunkálatnak tekintette. Azt állította a haza bölcse, hogy a törvényhozóknak, törvényhozók rögtönzött törvényeire semmi szükség nincs, és nem is volt. Az aviticitás eltörlésének indítványozása is viharos gyorsasággal ment át a rendi országgyűlés tárgyalási fórumain, de a közbelépésére a határozat viszont lényegesen módosult. A képviselők eredetileg azt akarták elérni, hogy az ősiséget az uti possidetis elv alapján, tehát a ki mit birtokol elv alapján töröljék el, sőt, az állogokat se lehessen visszaváltani. A végeredmény deák közbelépésére a következő lett. Az ősiség töröltessen el, a minisztérium pedig készítsen új polgári kódexet róla. Ez a döntés nem jelentett kevesebbet, mint azt, hogy deáknak sikerült meggyőznie követtársait arról, hogy a kodifikáció az nem az érzelmek által vezérelt tevékenység, nem elhirtelenkedhető politikai döntés, hanem hosszas megfontolást igénylő szakmai alkotás, és ezt a munkát a jogászokra kell bízni, nem a politikusokra. És hogy mennyire igaza volt deáknak, a jogásznak a politikusokkal szemben, arra mindennél jobban rávilágít az országgyűlés április 5-i ülése. Ezen a napon a diéta azzal foglalkozott, hogy értelmezze és magyarázatot fűzzön a 800 éves feudális rendszert egy mondattal megszüntető 9. törvénycikkelyhez, vagyis közismert ugye az úrbér és az aszpótó szerződések alapján gyakorlatban lévő szolgálatok, robotizma, stb. Eltörlése. Egy mondatos törvényhez értelmezés és magyarázat kellett. Ugyanis több vármegye törvény értelmezésért fordult a miniszterelnökhöz. Először is azért, hogy határozzák meg végre valahára egyértelműen és közérthetően az úrbériség fogalmát. Másodszor pedig azért, hogy mire is terjed ki az állami megváltás, kártérítés, kárpótlás. Közismert ugye, hogy az úrbéri jövedelmek kiesése fejében óriási kár, veszteség éri a földesurakat, de ezt a Nemzeti Közbecsület Védpajzsa majdani országgyűlés fogja rendezni, szólt ugyancsak a határozat. El lehet képzelni, hogy a föld monopóliumától megfosztott nemesség mennyire bizonytalannak érezte jövőjét, ráadásul az úrbéri jövedelmek elmaradása az kézzelfogható esemény volt számára. Leginkább a robot elvesztése sújtotta a földesurakat. Egy példa. Évi 12 millió igás robot és ugyanannyi 12 millió gyalog robot napra alapozott földesúri termelés egyik napról a másikra válságba került. Körülbelül ez 6 millió hold megművelését jelentette Magyarországon akkor. Itt nem a bérmunkára való átállás munkabér költségei hiányoztak, nem az előteremtése ennek a pénzösszegnek, a munkabér előteremtésének a pénzösszeg nagysága a probléma, hanem a termelési eszközöknek, a felszerelések hiánya. Eddig a jobbágy a maga jószágaival, eszközeivel végezte a robotot, és egyszerre most pótolhatatlan hiányok jelentkeznek a nemesség oldalán. Nagy összegű hitelekkel lehetett volna ezt orvosolni. De ez 200-300 millió forintot jelentett volna adott viszonyok között. Csak összehasonlításként a mindenki által ismert július 11-i beszédben, Kossuth beszédében 42 millió forint megszavazását kéri az országgyűléstől Kossuth. Tehát a nagyságrendet lehet érzékelni, hogy micsoda hiány és kár pillanatnyilag írja a nemességet a felszabadítás következtében. Ilyen körülmények között megint egy érdekességet találtam és szeretném megosztani önökkel. Érthető az, hogy igen vehemensen és szenvedélyesen vitatkoztak az országgyűlési képviselők Pozsonyban a kárpótlásról. Gróf Szapáry Antal mellesleg liberális képviselőről van szó, halálosan megfenyegette Battyánt. Azt mondta neki az egyik szünetben, ülésszünetben, agyonlőlek, ha nem lesz kárpótlás. Mire nyugodtan a miniszterelnök így válaszolt, hogy arra nem lesz szükség, mert ha elmaradna, akkor azt magam hajtom végre. Deákot is állandóan kapacitálták a képviselők az úrbéri törvény megváltoztatására.
Ő azonban mindig elhárította az efféle kéréseket, nem hallgatta el saját véleményét viszont az ügyről. Az úrbéri törvény megfontolatlan, elhamarkodott, de azt megváltoztatni politikai szempontból, de jogi szempontból se szabad, mondta. A törvényt ugyanis mind a két tábla elfogadta, ne felejtjék, képviselő urak, és a megyéki is hirdették. Amikor kiderülnek a hirtelen született törvény hiányosságai, az országgyűlési képviselők már is kezdeményezik a törvény módosítását, és türelmetlenül követelőznek. Deák egyik ilyen kapacitálás után a következőket mondta. Egy részeg emberrel nem lehet okosan beszélni, az országgyűlés most részeg. Tehát a kártérítés és kárpótlásnak az ügye így is fölmerült, és ilyen formákat öltött ott Pozsonyban az országgyűlésen. Megbízott miniszterként válaszolta, azért hozzátenném ezeket a mondatokat is. Jelentettek ezeket a mondatokat. Az úrbíriség jogértelmezése viszont az szakmai kihívás számára. Igaz, hogy itt áprilisban, március végén, április elején improvizálnia kellett a törvény értelmezésekor, de világosan látta azt, hogy az állami kárpótlással felszabaduló úrbíriség parttalan kiterjesztése az nem járható út. Felfogása szerint az úrbíriség és az allódium a jog alapján precízen megkülönböztethető. Idézett, mindaz, amit elvenni a néptől nem lehet, nem lehetett, az úrbéri. Attól a dézsma meg van szüntetve, amiből pedig a földesűr kibecsülhette, attól fizessen ezentúl is a volt jobbágy. Vagyis az adott föld törvényesen elvehető-e, átkerül-e a volt jobbágy tulajdonába. Igen, ugye akkor az dézsmamentes, de ha nem, akkor pedig változatlanul dézsma köteles marad. A márciusi napok eufóriájához igazított egyetlen mondatos törvénycikk, az előbb idézett 9. a jobbágy felszabadítás tartalommal való megtöltésével egyáltalán nem foglalkozott, amint látható is volt. De még újabb megoldatlan kérdések és vitás kérdések tömege merül föl. Április 11-e után szerveződő igazságügyi tárcának ezzel foglalkoznia kell. Deák a legkényesebb és legsürgősebb feladatok közzé sorolta az úrbériséggel foglalkozó jogi kimunkálást, természetesen tudván azt is, hogy a hadügyi kérdések és pénzügyi kérdések legalább olyan fontosak. A végrehajtás módjának hosszú távú politikai és társadalmi következményeivel viszont vajmi keveset foglalkozott az országgyűlés. Nem különösebben izgatta a politikai elitet, például az a tény, hogy a volt jobbágyok használatában lévő földterületnek, például egy heted részét a tulajdonjog tisztázatlan, de az úrbéri törvény értelmében, kiterjesztése értelmében egy tized rész föld, az pedig a volt nemesség kezén kellett, hogy maradjon. Na, ezekből voltak hatalmas nagy ugye problémák, és a földfoglaló mozgalmak is többé-kevésbé ehhez és ide vezethetőek vissza. Idő hiányában már is a másik kérdéskör. Van még? 5 perc. Köszönöm szépen. Ennek címe is van, igazságügyi minisztérium. Igazságügyi minisztérium Fábiáné Kis Erzsébet 1845-42 magyar minisztériumok alapján. Hogy épült föl ez az igazságügyi minisztérium? Milyen osztályai vannak? Láthatják, hogy államtitkári osztály, itt az előbb nevesített Bici Kálmán, az osztályvezető vagy osztályigazgató, mind a két névvel lehet találkozni. A polgári törvénykezési és politikai bíráskodási osztály félrevezetésre ad alkalmat, adhat, ez a politikai bíráskodási osztály semmi köze a politikai ügyeknek az elbírálásához. Itt a PTK, ahogy a szokás ma mondani, a polgári törvénykönyv meg szövegezésével foglalkozna ez az osztály, mégpedig a dunai és tiszai alosztályok fölbontásában. Tervezték, ugyancsak föltüntettem, a Horvátországra vonatkozó speciális törvények kidolgozását a horvát osztályon, illetve Erdélyre vonatkoztatottan az erdélyi osztály foglalkozott volna ezzel. Ez a terv nem valósult meg, eltervezték, időhiányában ennek a kivitelezésére nem került sor. A büntető törvénykezés és úrbíri osztály.
Hát én az úrbéres problémákról és a kártérítésről beszéltem elég hosszasan. Nem kapott külön osztályt, hanem a büntető törvénykönyvvel foglalkozó osztálynak a feladata lett volna. Ez úrbéres ügyeknek a rendezése tudnélik. Deák azzal egyetértett, hogy az úrbéri ügyeket a bíróságokon kell majd kibogozni, és a bíróságokhoz kell fordulni ilyen ügyekben, vagyis a büntető törvénykönyvnek majd a hatája alá kell helyezni az ilyen-olyan okok miatt befutott kérvényeket vagy pereket. Ott kell eldönteni. De büntető törvénykönyv kidolgozása sem történik meg, elkezdődik. Feladatokat felsoroltam, nem akarom itt most felolvasni. A törvény előkészítő osztály munkájához csak annyit, hogy Szalai Lászlót, a kiválóan képzett jogászt gondolta, hogy ő fogja ezt a nagyon fontos munkát intézni, de ő diplomáciai szolgálatra szólította el majd Battyány, úgyhogy ez az osztály nagyon rövid időn belül föloszlott és nem tudott érdemi munkát végezni. Egyszerű emberek, közismert is, azt hiszem, hogy hallottak róla, hogy az egyszerű emberek is szívesen fölkeresték Deákot, és ilyen-olyan ügyekben próbálták az ő intézkedését kicsikarni. A szószoros értelmében szélesre tárta az ajtaját az igazukat keresők előtt, és nem csak a minisztérium, hanem saját lakásának ajtaja is tárva nyitva állt az új fővárosba érkezettek, vagyis Pestre érkezettek előtt. Tóth Lőrinc személyi titkára visszaemlékezésében a következőt lehet olvasni. A nép bizalma árként ömlött feléje, lakásának ajtaját az igazság szomjas nép egész csoportjai ostromlották napról napra. Eljött ide a békési magyar, a bánsági sváb, az árvai Tóth, a máramarosi Olá földművelő, erőszándékkal megosztozni a földesúr tulajdonában és a törvényhozás szándékán messze túlterjeszteni a márciusi törvény félreértett jótékonyságát. Mint atyához járult az igazságügy miniszterhez, akinek mindenki számára volt egy komolyan nyájas szava. Mint az egykori görög kegyeletes reménnyel ment Delfibe, úgy tudott Magyarország népe az István herceg fogadóba, ahol Deák a szállását tartotta. És a felizgatott, hamis eszmékre vezetett, túlságosan nagy követelésekkel telít földművelő, legtöbb esetben megnyugtatva, helyesebb fogalmakra térítve ment haza, tért haza. Vagyis én azt hiszem, hogy csak a nyugtatás volt itt most a Deáknak a célja, valóságos jogi megoldást a felvetett problémákra egyáltalán nem tudott adni, legalábbis egyelőre. Zárásként egy másik idézettel kihagyva egy nagyobb részt kihagyva, és nagyon szerencsés zárásnak tartom megint csak a Tóth Lőrinctől származó idézetet, Deák Ferenc jellemére és államférfiúságáról így írt. Nem volt bátor, hanem bölcs ember volt Deák. Tagadhatatlanul a legjobb magyar politikus, akinek jóslatai matematikai pontossággal beteljesedtek. Eleme a béke és a rend volt. Ahol ez megszűnik, ő többé nincs azon a helyen. De mindent elkövetett, hogy meg ne szűnjék. Nem forradalmi ember. A polgárháború viharai között megszűnt a jelentősége. A hitszegéstől irtózott a becsületes, ős tisztaságú kebel. És annak ellenében nincs is fegyvere. Elméletben addig viszi elveinek következtetéseit, ameddig csak okosan lehet. De az életben gyakorlatban csak annyit kívánt, amennyit megnyerhet. Soha nem a győzelemért és a győzelem miatt szállt síkra, hanem az igazságért. Köszönöm szépen a figyelmüket!